Idén is elindult a komp, új beszállók csatlakoztak. Életkortól függetlenül, de elsősorban fotósok az új utasok. Az elmúlt 5 év bizonyítja, nem fagyott be a nemzeteket összekötő folyó, a Duna, hanem inkább összeköt. Köszöntőjében Nagy István polgármester méltatta a művészek és a tárlatlátogatók barátságát, kapcsolatát. Művészet szerető emberek és itt a művészek. És az az igazság, hogy rosszul állunk, mert majdnem úgy néz ki, mintha szembeállnánk egymással, de szerintem ez akkor működik jól, hogyha arccal egymás felé vagyunk és egy irányba megyünk. Rendhagyó köszöntőt szeretnék tartani, hiszen nagyon sokszor beszéltünk már a kompról, ennek jelentőségéről, hogy hogyan is indult, és milyen szerepet szántunk ennek itt Mosonmagyaróváron. A tárlat értékelésénél a művészettörténész az elmúlt évek benyomásait is felhasználta. Segítségével nyomon követhetjük az évek során a tapasztalással szerzett változásokat az alkotóknál. A komp egyik legfontosabb erénye az, hogy évről évre új és új művészeket fogad a fedélzetére, hisz panorámaként az a célja, hogy a kortárs művészetről adjon egyfajta keresztmetszetet. És nyilvánvalóan, ahogy a kortárs művészet is folyamatosan megújul, így a komp tagságának is, vagy azoknak, akik részt vesznek a kiállításokon is folyamatosan meg kell újulnia. Ez a megújulás a garancia arra, hogy mindig újat és más tudnak nyújtani a közönségnek. A tradíciót követik, és évről évre csatlakoznak a művészek, mert érzik ennek jelentőségét. Idén 21 kiállító szerepel a tárlaton. 5 évvel ezelőtt fölvállaltuk azt a szerepet, hogy a határ két oldalán dolgozó élő művészeknek egy olyan megjelenési lehetőséget biztosítunk, amivel be tudják mutatni művészetüket azokon a településeken, amelyeken a Rotary Klub fölvállalta azt, hogy segít a szervezésben az önkormányzatokkal együttműködve. Kortárs művészeti nívódíjakkal és elismerésekkel jutalmazta az arra érdemeseket a komp kuratóriuma. A plakettet Lebo Ferenc szobrászművész készítette. Nívódíjban 2 részesültek. Egy rotarista támogató, Csóka Imre vállalkozó és Borbé Károly festőművész. Elismerést vehetett át a 3 fős kuratóriumtól Emtót Judit, mosonmagyaróvári származású, Győrben élő iparművész és Lipcsei György, dunaszerdahelyi szobrász. A tárlat április 19-éig látogatható a Flesch Károly Kulturális Központ galériájában.